amikor az első razziát elkaptak civil ruhás rendőrök, akkor négyen voltunk a lakásban, minket elvittek. Le is tartóztattak? Letartóztattak, bevittek kocsival, bevittek a azt hiszem talán 8. kerületi rendőrkapitányságra. És akkor én már voltam tévés produkciókban, heti szintű kabaré műsorokban, megmondom, már forgattam filmeket, és akkor emlékszem, hogy egy kicsit ilyen kövérkésebb, vörösfejű, vöröshajú nyomozó, hogy megállt előttem, és akkor mondta, hogy ugye nem örülnék neki, hogyha a Blick címlapján lennék. És akkor mondtam, hogy nem. Akkor pont Koldus opera előadása volt, és akkor már 6 óra magasságában voltunk, és tudom, hogy nekem benne kellett volna, nem 18-20-kor. És mondtad neki? Mondtam neki, de nekem nem voltak adókártyáim akkor, tehát ott vagyok egy bilincsbe egy rendőrségen. Megismert, hál' Istennek, engem különbe vittek, nem is nagyon kérdeztek semmit, hogy, mert ugye nem találtak, nem volt nálunk semmi. Az volt a mákunk, hogy mi csak egyszerű használók voltunk. És akkor mondtam, hogy a színházban, a Katona Józsa színházban van előadásom, a Koldus opera, és emlékszem, hogy akkor elengedtek 18 óra 10-kor, Kálvária tértől egy ilyen flip-flop papucsba futottam a katonáig, hogy odaérjek. Önmagában azt mondta... Ez az egy ilyen eset volt? Nem. Többször letartóztattak? Többször elkaptak. De nem volt ez neked ultragáz, Győző? Mi? Hát a drogfüggő vagy. Az nem érdekel, hogy ki mit gondol... Nem. Nem. Csak a gyerekeid megtudják, a szüleid megtudják, mit fognak szólni. Kit érdekel olyankor az, ki mit tud meg? Kit érdekel? Te rosszul vagy, neked menni kell, neked meg kell csinálni, jobban kell, hogy legyél. Persze, már elkezd lefelé csúszni az ember, mind mentálisan, fizikálisan. Jó, de nyilván van, ezt fokozatosan éred el. És nem volt egy olyan pont, hogy azt mondtad volna, hogy eddig és ne tovább? Vannak olyan pontok, a vége felé az ember úgy érzi, hogy most már le kell állni, csak ez nem ilyen egyszerű.